Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rendezvényünk második felének a résztvevőit. Nagy örömünkre szolgál, hogy mindannyian itt vannak, egészségesek és vállalták a részvételt. Egy személy a kora miatt nem vállalta, hogy Nyíregyházáról felutazik, Lukacskó Zsolt, de ő írásba hozzászólását megírta, és föl fogjuk olvasni. Tehát ez is el fog hangzani itten. Úgyhogy köszönöm szépen. Fotó elkészült? Szeretnénk tudni. Elkészült. Akkor úgy, hogy látni lehessen, és akkor megkérem mindjárt Surján György kollégát, gyere ide Gyurikám, aki az orvosbiológiai szakosztályt vezeti jelen pillanatban a Neumannba, és hát tőled kérünk egy visszapillantást, hogy hogyan nézett is ez ki, és milyen utat járt be a Neumann orvosbiológiai szakosztálya. Tisztelettel köszöntök mindenkit a orvosbiológiai szakosztály nevében. Elég sok minden elhangzott már itt az első részben, aminek én azért örülök, mert azok nagyjából az én ilyen irányú tevékenységemet megelőző időszaknak a történései voltak. A számítástechnikával való kapcsolatom az ugyan középiskolás éveimre nyúlik vissza, de mint egészségügyi informatika, valamint jelenséggel, én tulajdonképpen a rendszerváltás környékén kezdtem el foglalkozni. És hát az egy izgalmas időszak volt, hirtelen ránk szakadt a szabadság, nagy álmaink voltak, és érdekes módon felszínre jöttek olyan társadalmi különbségek, ellentétek, feszültségek, amik korábban nem kerültek elő. Olyan emberek, akik azt gondolták, hogy jobban vannak, egyszer csak rosszba lettek, és olyan kérdésekkel kezdhettünk el foglalkozni, ami azelőtt megemlíteni se lehetett, tehát nem jöttek felszínre dolgok. Hát ennek lehetett valamennyire az egyik megnyilvánulásra, hogy én amikor elkezdtem körülnézni, hogy akkor mi is itten a helyzet Magyarországon orvosi informatika terén, akkor ugye az a kép fogadott nem csak engem, hanem hát a korosztályomat, hogy hát itt mindjárt ugye két tudományos társaság is létezik, volt ugyanis egy magyar egészségügyi informatikai. Ne sétáljak el a helyemről, jó? Tehát létezett egy magyar egészségügyi informatikai társaság, és ugye létezett a Neumann Társaság orvosbiológiai szakosztálya. Az élet sajátos furcsaságai közé tartozik, hogy mind a kettőnek egy kardiológus professzor volt a vezetője, Naszladi Attila a szakosztályi, és Kékes Ede a MEIT-é. Én akkor ugye ugyanabban az orvos továbbképző intézetben dolgoztam orvosként, mint ahol Kékes Ede is működött. Ők kerültek először a látókörbe, de aztán hamar kiderült, hogy ugye itt hát több ilyen szervezet van. Hogy tudnak ezek együtt lenni, nem együtt lenni, veszekedni, nem veszekedni. A mi generációnk akkor ezt nem nagyon értette, hogy miért kell kettő ilyen, mik itt a különbségek, eltérések, stb. Úgy nehezen tudtunk tájékozódni, és hát próbáltunk azon gondolkodni, hogy lehet-e itt együtt dolgozni ennek a két szervezetnek. Igazából ennek egy érdekes megnyilvánulása volt ennek a közös munkának, ez az úgynevezett egészségügyi szoftverakkreditációs bizottság. Ugye akkor bárki írhatott egészségügyi szoftvert, aki úgy gondolta, hogy ért hozzá, és elég furcsa megoldások születtek, és úgy éreztük akkor valamennyien, hogy hát jó lenne azért valamiféle kritériumokat támasztani, hogy akkor mi az, amit egy kórházba vagy rendelőbe tényleg lehet használni, vagy nem. Nyilván ezt jogilag akkor nem lehetett szabályozni, de hát legalább legyen egy ilyen minősítés, egy ilyen tanúsítási rendszer. Hát ez el is indult,
néhány házi orvosi rendszer keresztül is ment ez a folyamaton. Aztán amikor elkezdte kialakulni a nagyobb kórházi rendszerek, amit már nem lehetett flopin odaadni egy bírálónak, hogy a saját számítógépén ottan tesztelgesse és nézegesse, akkor hát sajnos elhalt ez a tevékenység. Akkoriban sokféle technológiai kérdés körül is viták zajlottak. Emlékszem, hogy rendeztünk egyszer egy konszenzus konferenciát, aminek az volt a témája, hogy a kártyái a jövő, vagy pedig a hálózatoké a jövő. Ugye mind a kettőnek voltak lelkes képviselői, hadd ne emlegessek neveket, csak azért nem, mert akkor egész délután neveket kellene emlegetnem, nehogy valaki kimaradjon belőle. Aztán ugye akkor még doszos világ volt, ezt ma már a fiatalok nem is tudják, hogy az mi fánterem a dosz. Létezett már valami Windows, de tulajdonképpen még nem volt igazi operációs rendszer, csak egy felület. Más operációs rendszerekre rárakva, ugye említettem, hogy bárki tudott akkoriban, úgy gondolta, hogy tud szoftvert fejleszteni, akkor írt egy kis programocskát, volt a Szabolcs utcában klinikus professzor, aki a saját klinikájának megírta Visual Basic-ben a rendszerét. Ugye voltak olyan viták, amik akkor már ugye kezdtek itt-ott-amott szaporodni ezek a rendszerek, akkor ugye ezeknek valahogy kommunikálni kéne, akkor hogy kommunikáljanak? Úgy kommunikáljanak, hogy tudnak egymással valahogy adatot cserélni, akkor ugye előkerült ez a Jávor András által már emlegetett minimál basic dataset kérdés, hogy akkor mi legyen az a közös magja ezeknek a rendszereknek, amiben mindegyik megegyezik, vagy pedig hát valami szabványok kellenek ide, nem is csak egy adatstruktúra, hanem olyan szabványok, amik ezeket az együttműködéseket meg tudják oldani, vagy pedig nem kell semmi ilyesmi, hanem nagy központi rendszerek kellenek, és akkor mindenki azt használja. Hát ugye ilyen kérdésekkel lehetett akkor foglalkozni, és ezeknek a vitái tartották tulajdonképpen a szakosztályt is életben, mert ezekre mindig kellett fórumot teremteni, hogy ezekről lehessen eszmét cserélni. Tehát aztán a 90-es években rengeteg technikai, technológiai változás történt. Ugye itt szó esett számítóközpontokról. Hát ma már a 90-es évek előtti időszakban a számítóközpontokban dolgoztak azok az emberek, akiket az informatika érdekelt, és akik használói voltak az informatikának. A többiek azok legfeljebb időnként oda mentek, vagy valami, de ugye 90 után megjelentek a PC-k, már mindenütt van számítógép, és a számítóközpontok azok szerverközpontokká váltak, ahol adatbázis menedzserek meg rendszerüzemeltetők vannak, akik a használói a rendszereknek, azok már a saját munkahelyeiken, a saját PC-jükön, vagy laptopjukon, vagy telefonjukon, uram, bocsá, dolgoznak. És ilyen módon az a szakmai közösség, ami a régebbi számítóközpontokban működött, az tulajdonképpen megszűnt. És ez ugye a szakosztály életére is hatással volt. Egy kicsit ez a egészségügyi informatikus, mint olyan, mint szakma, hát így elkezdett kiürülni talán egy picit. Ugyanis ma már a kutatásnak a számítógép az egészségügyi informatika értelmében az nem tárgya, hanem eszköze, amit mindenki használ. És a kutatók ma már nem arra kíváncsiak, hogy ki használ még számítógépet, hanem arra kíváncsiak, hogy amit ő kutat, legyen az genomika, vagy gyógyszertudomány, vagy akármi, hát azzal ki foglalkozik, és azok cserélnek egymással eszmét, és egy picit, hát ugye így a szakosztály, az kiüresedett, bár nincsenek 150 fős részvétellel kolokviumaink.
ugye egy darabig még az is életben tartotta akár mind a két társaságot is, hogy hát ugye zajlottak ezek a nagy kórházi rendszerfejlesztések, akkor beszerzések vannak, akkor az ipar ugye szeretne találkozni a szakemberekkel, és akkor megszponzoráltak egy-egy konferenciát. Gyakorlatilag ma már a szakembereknek ezekre a beszerzésekre közvetlen ráhatásuk nincsen, tehát az ipar számára ez már nem cikk, hogy egy Neumann kollokviumot mondjuk szponzoráljanak. Tehát volt egyfajta szakmai érdekmúlás, megcsappantak a támogatási források. Ugye 2002-ben akkor még sikerült egy európai konferenciát megszerveznünk, az is ugye adott egy kis lendületet a szakosztálynak, de aztán ugye 2010-re gyakorlatilag, amely itt az már időközben teljesen megszűnt, és valljuk be, hogy a mi szakosztályunk is hát ugye kihalás szélére került. Ugye én a 90-es évek elejétől 2010-ig voltam titkára a szakosztálynak, kezdetben ugye Naszladi Attila volt az elnök, aztán Kozman György, aki sajnos szintén nincs már közöttünk, és hát akkor erősen kérdésessé vált, hogy egyáltalán fönn lehet-e tartani egy ilyen szakosztályt, vagy pedig sem. És hát akkor 2011-ben ugye volt egy vezetőség választó összejövetel, közgyűlés, akkor lettem én először elnöke a szakosztálynak, és akkor megpróbáltunk egy ilyen újraélesztési programot elindítani, és ennek három alapgondolata volt. Az egyik az, hogy fiatal embereket vegyünk be a vezetőségbe. Itt szóba került, hogy 30 éves ember lehet-e vezető. Hát ugye a szakosztály vezetősége az nem azonos mondjuk egy intézményvezetés terhével és feladataival, de ugye orvosként ugye azt láttam, hogy hát egy orvosi tudományos társaságban minimum professzornak kell lenni ahhoz, hogy valaki ott a vezetőségi tag lehessen, vagy nagyon nagy tekintélyű főorvosnak. Ez egy picit szokatlan gondolat volt, hogy szinte frissen végzett kollégákat, akik közül néhányan itt ülnek most is a teremben, vegyünk be a vezetőség tagjaiba. Hát, hogyha hoz az valami vérfrissítést és új energiát. A másik gondolat az volt, hogy a vezetőségi tagság az ne egy ilyen státusszimbólum legyen, hanem az legyen a vezetőségnek tagja, aki valamilyen részterületért felelős, és azért tesz valamit. És a harmadik gondolat az volt, hogy hát ne csak évente Neumann kollokviumot szervezzünk, hanem ahogy az egyébként orvosi tudományos társaságokban szokás is, időnként mondjuk ilyen havi gyakorisággal legyen egy-egy tudományos délután olyasszerű, mint például ez, amin mi most részt veszünk. És akkor ezzel a programmal indultunk el, és ennek a újraélesztési műveletnek azért lettek valóban eredményei. Egy pár év szünet után egy pár évig nem is volt Neumann kollokvium, ennek a sorozatát sikerült újra indítani. Itt a szegedi kollégák rendszeresen nagy erőbedobással és áldozatvállalással segítenek ennek a szervezésében, de végül is kialakult az a gyakorlat, hogy váltva egyik évben Szegeden, másik évben Veszprémben tudjuk megtartani a kollokviumokat. A fiataloknak a bevonása az tényleg adott lendületet a munkánknak, ugyanis ők elég öntevékenyen megszervezték kvázi az ifjúsági tagozatát a szakosztálynak, bár nem formalizáltuk ezt ilyen értelemben sose, ez a Fiesta nevű szervezet volt, ez a fiatal egészségügyi informatikusok és szervezők találkozójának a rövidítése, ami egy meglehetősen nagy látogatottságnak örvendő rendezvény volt évente. A frissen végzett fiatalok
oda csődítették az éppen aktuális hallgatókat, oda csődítettek ipari szereplőket, lehetett ilyen állásbőrzeszerű találkozókat szervezni. A pár éve végzettek, elmesélték a hallgatóknak, hogy mit csinálnak végzés óta, mert az ugye egy hallgatónak nem olyan nagyon volt világos, hogy jó, itt most ő tanul sok mindent, de hát mit fog csinálni, hogyha diplomája lesz. És hát ezek nagyon jó sikerült rendezvények voltak, majd erről beszélek, hogy miért csak voltak. A kollokviumoknak, hát ebben az időszakban talán a kiemelkedő éve az volt, amikor IEEE kiadványként tudtuk a Proceedings-et megjeleníteni. Ez a 30. kollokvium volt, amit kivételesen és egyedülálló módon Budapesten szerveztünk meg. Mérsékelt látogatottság mellett ezt azért hozzá kell tenni. A havi tudományos délutánok azok általában a tavaszi fél évre koncentrálódtak, és ősszel akkor pedig a kollokviumban, akkor az őszi hónapokban nem szoktunk ilyen délutánokat szervezni. Úgy látszik, hogy elbeszéltem az időt, úgyhogy földobnám csak ezt a búcsúzó kérdést, hogy a 21. században mivel lehet egyben tartani egy tudományos társaságot, és akkor most vegyük le egy pillanatra azt a napszemüveget, amit Jávor András javasolt, mert itt ez az utolsó ábra az egy picit sötétre sikerült, és ugye el kell dönteni, hogy most a sötét jövőt látjuk, vagy pedig a régi kor árnyát, amiről tudjuk, hogy oda visszamerengni fölösleges, hanem hát ugye has, alkos, gyarapíts, és akkor a haza fényre derül. Úgyhogy én remélem, hogy a beszélgetések majd megvilágítják egy kicsit ezt az utolsó ábrát, merre is legyen a jövendő. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Surján György előadását. És nem tudom, talán nem mindenki tudja ebbe a terembe, hogy ő fülorgégész szakorvos, és azt kell mondanom, hogy nagyon jó orra volt kiszimatolni azt, hogy milyen problémák voltak. Meghallotta a fülével, hogy gyakorlatilag milyen kívánságok vannak, főként a fiatalokra gondolok, és a GG-ben a hangszálaival nagyon jó meg tudta fogalmazni és meghirdetni azokat a stratégiákat, ami aztán kimozdította ezt a társaságot a útpontról. Köszönjük neked, Gyuri, ezeket a dolgokat.